Szervusztok, ti mit kerestek? Jó napot kívánok, a püspöki rezidenciát keressük. Hát akkor jó helyen jártok, ugyanis ez volt régen a püspöki nyári rezidencia. Az 1700-as évek közepén, amikor a püspök tulajdonképpen Temesváron székelt, elhatározta, hogy itt Makón, a területének egy távolabbi részén épített egy nyári rezidenciát. Ez a nyári rezidencia a mostani József Attila utcától a Hollósi Kornélia utcáig terjedt. Abban az időben ugyanis még sokkal nagyobb, sokkal több személyzet járt ahhoz, hogy ezt az épületet fenntartsák. Tehát egyszer megépült egy püspöki, egy kápolna, egy püspöki nyári rezidencia, lakás, fogadóhelyiségek, illetve az ezt kiszolgáló melléképületek, kezdve a konyhától a kiszolgáló személyzetnek a hálóhelyeik, istálló, magtár, egyebek. Sőt, ott a mai gimnázium helyén ott volt a kertészete a püspöki rezidenciának. Kőszegi László az ki volt? Kőszegi László volt az a püspök, akinek a püspöksége alatt 1826-ban készült el ez a rezidenciája, majdnem úgy, ahogy most kinéz. A Giba Antal tervei alapján Kőszegi László építette meg ezt a nyári rezidenciát. A Kőszegi László egy egyház szervező püspök volt, mellesleg Makó városnak a földesura, ami azt jelentette, hogy pénzzel rendelkezett ahhoz, hogy a különböző terveket, a különböző épületeket azt megvalósítsa. Mellettünk ez az épület, ez micsoda? Ez az épület a kápolna. A püspöki rezidenciához hozzátartozott egy kápolna is, ahol a püspök vagy a kísérő személyzete a különböző hitéletben részt vett. Érdekül ez benneteket? Megmutassam? Jó, akkor elsétálunk oda és megnézzük. És ezt a kápolnát mennyire gyakran használták? Hát ez a kápolna tulajdonképpen a püspöki rezidenciához tartozott. Vele egy irányba építették föl, akkor még egy 8x8 méteres kápolna rész volt, a püspök magánkápolnája volt, és itt tulajdonképpen a püspök, amikor itt volt, illetve én úgy gondolom, hogy az itteni személyzet használta, abban az időben, amikor ennek az éppen aktualitása volt. A kápolnát egyébként, mint a többi püspöki épületet, 1826-ban építették, és Nagy Boldog asszony tiszteletére szentelték fel. Ez a kápolna, ez egy zárt kápolna volt, tehát kizárólag csak a püspök vagy az itt tartózkodó személyzet az használta. 1939-től lett a nyilvánosság ide beengedve. 1943-44-ben
ezt a kápolnát átalakították, akkor lett még nyújtva, és a korábbi durván 8 méter helyett egy újabb 8 méterrel kiegészítették, kialakították itt ezt a kétszintes oldalhajót, illetve ezeket a szép üvegberakásos ablakokat létrehozták. A kápolna tulajdonképpen a mai napig használatban van. Ítélet folyik azóta, 1826 óta folyamatosan. 1968-ban lett még egy kis átalakítás rajta, de azóta így van, ahogy most jelen pillanatban láthatjuk.